Tisztelt Hölgyeim és Uraim, tisztelt Polgármester úr, tisztelt Elnök úr, kedves erdélyi barátaink, kedves lengyel barátaink, szeretettel köszöntök mindenkit a városnapi ünnepségen, Zseny Dobre, kedves lengyel testvérvárosi delegáció. Köszönöm a lehetőséget, hogy elmondhatok néhány gondolatot a Bárszalóki Városnapon, amely a település legnagyobb ünnepe. És azt hiszem, hogy eltérően más városoktól, ahol mindig egy folyamatos fejlődés volt, különösen a nyugati országrészben, Magyarországon mi tudjuk azt, hogy itt ez egy ilyen ünnep még inkább hangsúlyos, hiszen benne van az újrakezdés, az építkezés összefoglalása is. Hiszen a Bárszalók története 1000 éve nyúlik vissza, és ez alatt bizony volt tatárjárás, itt volt a török, kuruszkor pusztításai, világháborúk, igencsak próbára tették azokat, akik itt éltek. És ennek a hatása, azt hiszem, hogy máig napig megvan egy jótékony hatása, ami a település egyesítésénél, a létrejötténél is megfigyelhető, amikor Abád és Szalók 121 évvel ezelőtt egyesült, akkor a települések vezetői nagyon bölcs döntést hoztak. Két faluról volt szó. Nyilván meglátták a lehetőséget, hogyha összefognak, akkor városi szintet tudnak elérni, városi címet tudnak nyerni. És én amikor kisgyermekként itt értem, meg is kérdeztem a igazi szalókiakat, 3 évig voltam a település lakója, hogy és akkor a központ, ugye ezen a területen volt, hogy hogy alakult ez ki, hogy a két abádi és szalóki központ, hát a templomok ugye távol vannak egymástól, miképpen döntöttek az akkori, korábbi időszaki települési vezetők. Mert gyakran van az, hogy összefog két település, vagy összevonják, meghúznak egy vonalat, hogy holnaptól már nem két külön faluról van szó, hanem egyről. A történelemben húznak egy vonalat, és onnantól más lesz a szemléletmód, a településnév, és akkor az egyiket hozzácsatolják a másikhoz. Ilyen volt mondjuk Balaton-Bogdár és Balaton-Lelle összevonása, vagy Gyömendőré. Itt viszont úgy jelölték ki a központot, hogy a két falu közé. Tehát egy új központot építettek. Nem egyik került a másik felébe, hanem egymás mellett békességbe sikerült ezt a kérdést megoldani, és szerintem ez mai napig egy olyan települési hajtóerő, amelyre önök büszkék lehetnek. A szorgalom, az odafigyelés, a sok-sok munka az meghozza az eredményt. És egy másik dolgra is szeretném fölhívni a figyelmet, itt többen vannak, akik nálam is idősebbek. A fejlődések az íve, az egy hihetetlen eredményt mutat. Talán nincs is olyan település a környéken, olyan város, amely ennyit változott volna jó értelemben néhány évtized alatt. A kunsági települések is mintha lassabban fejlődtek volna, vagy Tiszafüle is kevésbé volt gyors ütemű. Itt látszik azt, hogy szinte mindenhol új épületek vannak, a 30-40 évvel ezelőtti Abádszalókra, Abádrészszalókra alig lehet ráismerni. És ez egy pozitív dolog. Kiépült az új központ, a strandfürdő és környéke, kemping, középületek, minden föl van újítva. Tehát szerintem ez mutatja azt, hogy minden meglázkódtatás, minden gazdasági válság, rendszerváltás ellenére a település lépésről lépésre tudott haladni. Ezért szeretnék gratulálni a városnapon és minden elismerésemet kifejezni mindazoknak, önöknek, akik ennek a munkának részesei. És most a nemzetügyek kormánya számára, személy szerint az én számomra is, a megyei közgyűlés számára is egy nagyon nagy kihívás, hogy amikor Magyarország egy felzárkózó gazdasági pályán van, akkor valamennyi vidéki városunk, valamennyi vidéki falu érezze azt, hogy a gazdasági növekedés az megindult, érezze azt, hogy egy olyan kormányzati politika van, amelynek a számára minden település fontos, bármely sarkában is legyen az országban. És hogy ez nem csak szavakban jelenjen meg, hanem tettekben is, arra jó példa a Bárszalók, ahol a közművesítési beruházásoktól kezdve az intézmény felújításokon keresztül jó néhány program volt, illetve van most is folyamatban, és épül egy olyan fedett úszoda, amely azt hiszem, hogy a település számára más formában nem is lett volna elérhető, mint kiemelt kormányzati beruházásként. A turisztikai szezon, az önök életminősége, a környező vonzás közvetlenül települések életminősége szempontjából is ez egy nagyon jelentős előrelépés lesz, és nem soká eljön majd az idő, amikor megnyitja a kapuit ez a létesítmény. Egy fedett úszoda, hogyha belegondolok abba, hogy gyermekkoromban, amikor még a
fürdőszoba és ritkaság száma ment, milyen előrelép és önmagában mutatja azt, hogy a település milyen eredményesen fejlődik, és sikerült olyan fejlesztési irányokat találni, amelyek kapcsolódnak a megyei és országos tervekhez is. És én kívánom azt, hogy itt a városlapon, azt hiszem ebben egyetérthetünk, legyen ez így a jövőben. Az önkormányzat élén polgármester úrral, a megyével együttműködve mindent megtesz azért, hogy az önök közössége erősödjék, és minél több eredményes pályázat legyen, amelynek itt a hatását élvezhetik, amelynek a hatásait láthatjuk. Én szívből gratulálok a városlap alkalmából, kívánom azt, hogy mindig legyen olyan erős közösség, legyenek olyan fejlesztési irányok, amelyek utána kellő támogatással sikereket jelenthetnek. Köszönöm szépen!